Sziasztok! Sziasztok, Ádám vagyok, a Tech2 Crazytech és a Dell XPS 13 legújabb verzióját látjátok, ami egy hihetetlenül érdekes gép, hiszen 13,3 üvelykes kijelzője van, mégis 11,6-szoros méretkategóriába fér bele. Köszönhető annak, megnézitek, hihetetlenül vékony keretünk van, a készülék körülbelül egy 5 mm vékony kerettel rendelkezik. Mind oldalt, mind felül annyira vékony, hogy például a webkamera ide alulra került, ami azért nem mély hétköznapi dolog. 13,3-szoros kijelző IPS panellel, még QHD-val, illetve Full HD-val egyaránt elérhető. Ha ránézzünk a billentyűzetre, egy karbon borítású csuklótámaszunk van, kellően nagy méretű touchpaddel, amely egészen puhatapintású és jól csúszik. Természetesen az XPS billentyűzetet világít, ahogy ezt megszokhattuk ebben a kategóriában. A gép egészen szögletes, ugye az előző XPS még sokkal jobban le volt kerekítve, ez viszont már szögletes lett, fém feltappal. Oldalról, hogyha megnézzük, nem a legvékonyabb gép, de így is kellően vékony. Ide került egyrészt egy hangszóró a jobb oldalra, egy SD kártyazót, illetve egy USB 3.0. Ezen kívül a bal oldalon van egy töltőcsatlakozónk, egy DisplayPort csatlakozó, egy USB 3.0, egy combo audio csatlakozó, van egy gomb, illetve egy kis akkumulátor visszajelző, amit ha megnyomunk, akkor látható a töltés úgy hozzávetőlegesen, illetve van egy másik hangszórónk is. A gép alján van egy minimális fűtőnyílásunk, illetve két gumicsi, amely a gép csúszását hivatott megakadályozni. Így néz ki a készülék tehát kívülről, hihetetlenül jól néz ki tényleg egyébként, nagyon tetszik. Magát a kijelzőt, hogyha megnézzük, a betekintési szögek nagyon szépek, tehát ezzel nem lesz probléma, illetve érintőpaneles, tehát Gorilla Glass NBT-vel van védve, és egészen jól érzékel. Ha megnézzük a hardveres elemeket, ez éppen egy 3200x800 pixel felbontású modell, ahogy mondtam, többféle kivitelben is elérhető lesz. Nézzünk rá hardware tekintve, egyrészt van benne egy 256 GB-os SSD, valamint egy 5. generációs Intel Core i5 processzor, 8 GB RAM-mal, de ez a Broadwell alapú processzorokkal fog megérkezni. Ez volt a gyönyörű szép Dell XPS 13 2015-ös verziója. Kövessetek minket továbbra is a Tech2.hu oldalon. Sziasztok!